kezdték el a kis reneszánszt. 8 épület teljes felújítását uniós forrásokból fedezik, és a tervek szerint 2014-ig fejezik be. Hál' Istennek sikerült ennyit megmenteni belőlük, de ez elég ahhoz, hogy az egész tervet lehessen visszaállítani. A fejedelmi palota belső munkálatai is jól haladnak. Elkészültek a ablakmodellek is, második emeleten fejedelmi palotának ott az ablakok is cseréltük, most már azok új ablakok, készítjük az ajtókat, vannak azok a gyönyörű ajtókeretek, kő ajtókeretek, ablakkeretek, azok is helyére kerültek egy részük, úgyhogy jól haladunk ezekkel. Régészeti feltárásokat anyagiak hiányában csak néhány helyen végeztek. A fejedelmi palota pincéje igazi kincset rejtett. Ennek a feltárása, illetve kitakarítása során találtuk meg a középkori katedrális egyik falszakaszát, illetve emellett találtunk még faragott köveket. Ez a része a Székesegyháznak, ez már a 14.-15. századi bővítésnek az eredménye. A régész szerint további ásatások szükségesek. Románkori gótikus kövek rengeteg sír kerülhet elő. Ugye a katedrális, illetve középkori templom környéke az temetkező hely is volt, emellett kevesebb régészeti leletanyag, bontásból esetleg kerámia, nagyobb lehetőség van arra, hogy esetleg padlótéglákat találunk az épületből, vagy pedig egy kis szerencsével akár freskó töredékeket is találhatnánk. A vár felújítási munkálatai során, melyre eddig 8 millió eurót nyert az önkormányzat, esedékes a belső udvar régészeti feltárása. Ennek nyomán napvilágra kerülhetnek a magyar királysírok is. A vár teljes felújításához a szakemberek szerint még legalább 30 millió euróra lenne szükség. A civil szervezetek vezetői úgy gondolták, alapvető fontosság, hogy megtörténjen az alapos utatás a közművesítés és a térkövezés előtt. A civil szféra nyilvánosság bevonásával tudja felügyelni ezeket az ásatásokat, azaz ne történjenek olyan feltárások, amelyek esetleg egy-két héten belül visszatömés lesznek ítélve, illetve mondjuk azt ne idegen érzel határozzák meg azt, hogy számunkra mi az, ami érdekes és mi nem. A Várszövetség pénzzel ugyan nem tudja támogatni a műemlékek felújítását, ám hatást gyakorolhat az önkormányzatokra. A kúriák erődítmény maradványok többsége ugyanis a helyi önkormányzatok tulajdona. A 89-es változások után párciumszerte elkezdték a templomok felújítását. Mivel a helyi közösségnek nem volt pénze rá, általában magyarországi segítséggel tatarozták ezeket. Bihar megyében is több középkori templomot restauráltak. Közülük az egyik legfontosabb a 13. században épült síteri református templom. A felújítás költségeihez jelentősen járultak hozzá magyarországi alapítványok, hollandiai testvéregyházak, a Román Vallásügyi Államtitkárság és a megyei önkormányzat. A munkát 2002-ben kezdték el, azonban anyagiak hiányában a freskók teljes restaurálását még mindig nem fejezték be. Restaurálták a falképeket, nagyon értékes falképeket találtak. Ugyanakkor pedig itt található a Kárpát-medence egyik ritkassága, egy sarokcimborium, amely máshol nincs. Tehát pont emiatt a Kárpát-medence egyik nagy ritkassága tulajdonképpen. A párcium számos erődítményén kellene legalább állagmegőrzést végezni, hogy megvédjék a teljes pusztulástól. Ilyen például a Szalárd község melletti Adorjánvárból megmaradt őrtorony maradvány. Alapját megerősítették, de a 13. századi műemlék nagyon rossz állapotban van, így is akármikor leomolhat.